A Kárpátaljai megyei igazságügyi főosztály nem semmisített meg levéltári adatokat, hanem leselejtezte az anyakönyvek másolatait, mivel lejárt a kötelező megőrzésük határideje, közölte a Kárpátalja megyei állami közigazgatási hivatal sajtószóvivői irodája. A főosztály tájékoztatása szerint az anyakönyvek megsemmisítése megfelelt az ukrán igazságügyi minisztériumnak az anyakönyvek anyakönyvi hivatalokban történő megőrzésére és állami levéltáraknak való átadására vonatkozó rendeletének. Eszerint az anyakönyvi hivataloknak az anyakönyveket a keletkezésüktől számított 75 évig kell megőrizniük, majd az első példányt a levéltárnak átadni, míg a másolatot és a károsodott, de pótolt eredeti okmányokat kell megsemmisíteni, írja a Kárpáti Gazszó. Ukrajnában 2012. júliusában 6698 gépjárművet gyártottak, ami 30%-kal kevesebb az egy évvel ezelőtti azonos időszakhoz képest. Mindemellett a személygépkocsik gyártása 32%-kal csökkent, autóbuszból 342 darabot bocsátottak ki, ami 25%-kal több a tavaly júliusi mutatóknál, írja a tsm.hu internetes hírportál. Idén 7 hónap alatt a gépjárművek gyártásának mértéke 20%-kal csökkent. Az AIDS terjedését tekintve Oroszország, Ukrajna, Románia, Moldova és Kazaksztán van a veszélyeztetett élvonalban. A szerzett immunhiányos betegség halálozási aránya 35%-kal csökkent világszerte, és az új fertőzések gyakorisága több mint 20%-kal esett vissza. A megelőzés és a kezelés hiánya együttesen okozza, hogy Kelet-Európában az AIDS miatti halálozási arány 6-szor magasabb, mint 10 éve, és 2011-ben elérte a 90 ezret. Ehhez jönnek még a tűhasználó kábítószeresek közötti egyéb fertőzések, akiknél 23%-kal nagyobb a TBC-s megbetegedés kockázata, mint általában. Továbbá jelentősen megnőtt az AIDS fertőzöttek körében a hepatitis C fertőzés. Ukrajnában a lakosság több mint 15%-a a létminimum alatt él, közölte az ENSZ ukrajnai hivatala. Az ENSZ adatai szerint ez azt jelenti, hogy 2010 és 11 között közel 1,5 millióan kiléptek a szegénységből, és már a létminimumot meghaladó szintre kerültek, szerepel az ENSZ közleményében. Mint ismeretes, a költségvetésről szóló törvény értelmében Ukrajnában a létminimum 7 hrivnyával nőtt, így jelenleg 1044 hrivnyát tesz ki. A minimálbér értéke 6, ami jelenleg 1102 hrivnyát jelent. A kárpátaljai induláskor a túrázókat nem fogadta kegyeibe az időjárás. A startot jelentő veleckei honfoglalási emlékmű sűrű ködbe burkolózott. Az első kilométereket a tengerszint fölötti közel 900 méteres magasságban, vaklálva, kátyús utakon, esőben tették meg a túrázók. Elment a fék teljesen. Sok kerékpáron kellett gumit vagy fékbetétet cserélni, de a bringások közül senki sem adta fel a küzdelmet a meredek hegyi szakaszon. Azért jöttem a túrára, mert a Vereckei hágóra szerettem volna fölni, hogy őseink hogy jöttek be az ába. Másodszor azért jöttem el, mert a fiatalok nagyon sok erőt adnak nekem, biztatnak, 65. évet taposom, és nagyon jó a hangulat, minden. Az emberek, ahol megálltunk a pihenőhelyen, ott a barátsággal jöttek, kérdezték, hogy kérünk-e teját, vagy még volt, aki kérdezte, hogy kis drinket is, hát a drinket azt nem lehet. A tejára megmondtuk, hogy nincs idő, de nagyon jól esett az embereknek a szeretet, a fogadása, a piasztéret. A túrázás mellett a csapat a magyar történelmi emlékhelyeket is felkereste. Szojván a sztálini munkatáborokban meghalt magyar férfiak emlékére felállított siratófalnál tisztelektek. Az emlékpark zarándok helye magyarok számára. Ennek a szent helynek, ennek a siratófalnak a mottóját úgy tudnám megfogalmazni, hogy érezd szabad akaratodból, hogyan szenvedtek 44-ben az ártatlan magyarok a terrortól. A karaván elkerékpározott Zrínyi Ilona kedvenc várkastélyába, Beregszent Miklósra, majd a rákóciak bevehetetlen Munkácsi várát vették ostrom alá. Szerencsére ott nyitott kapukat találtak. A kárpátaljai szakasz utolsó állomásán, Beregszászon pedig nevezési díjuk egy részét felajánlották a megyei gyermekmentő alapítványnak. Balesetmentes közlekedésből is példát mutattak a gyerekeknek.